Az asztalra kellett helyezni a telefonokat, és a táskák sem lehettek a tanulókkal. Két éve még csak általános vizsgaszabályokat kellett betartani a tanulóknak a központi írásbeli felvételén. Hasonlóan a tavalyi érettségihez ma már szigorú járványügyi előírásoknak is meg kell felelni. A szombati írásbeli felvételin az iskolák közösségi helyiségeiben kötelező, a vizsga alatt a tanteremben pedig ajánlott lesz a maszkviselés. Szülők, ahogyan egy évvel ezelőtt, idén sem kísérhetik be az iskolákba gyermekeiket. Továbbra is áll, ahogy tavaly is, meg ahogy az érettségén is, hogy egy teremben 10 főt fogunk elhelyezni, tehát ez természetesen azt jelenti, hogy a távolságtartást tudjuk majd irányítani. Szülő sajnos nem jöhet be. Itt előre is elnézést kérünk, mert ugye az aggódó szülőnek talán még nehezebbek ezek az órák, mint a teljesítményre kényszerített, késztetett gyermeknek. De most ebben a megértést kérjük, hogy ha most pluszban még 300-400 szülő is ide bejön az épületbe, az felesleges járványügyi kockázatot jelent. Tehát azt kérjük a szülőktől, hogy 9:30-kor érzékeny búcsút vegyenek a gyermekek től az iskola előtt. Korszerű digitális hőmérő várja a bejáratnál a felvételizőket az Rényi Ilona gimnáziumban, és kötelező lesz a kézfertőtlenítése is. Akinél 37,8 Celsius foknál magasabb testhőmérsékletet állapítanak meg, nem vehet majd részt a vizsgán. Ilyen esetek tavaly is előfordultak. Számukra, valamint a karanténban lévők számára idén 2 pótnap is rendelkezésre áll. Korábban is mindig volt egy pótnap, most ez január 27-én lesz. Eddig is azért az bevett gyakorlat volt, hogy mindig azt tanácsoltuk, hogyha valakinek hőemelkedése van, megy a hasa, nem érzi jól magát, ne jöjjön be, mert a teljesítményét is visszaveti, vegye igénybe a pótnap, a törvényben biztosított pótnap lehetőségét, most ezt fokozottan kérjük. És ezen túl az oktatási hivatal még kijelölte február 4-ét is. Ezen a február 4-ei pótnapon azok vehetnek részt, akik az első pótnapon igazoltan vagy maguk is COVID-fertőzésben vannak, vagy pedig hatósági karantén miatt nem tudnak eljönni pótolni a központi írásbelit. Országszerte több mint 72 000, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 21 helyszínen csak nem 2800 tanuló vesz részt a magyar és matematika teszteken. A megyéből 2541-en jelentkeztek 9. évfolyami vizsgára, a 6 évfolyamos felvételén 133-an, a 8 évfolyamos felvételén 76-an vesznek részt. Az általános iskolások és szüleik a részletes szabályokról a vizsgát rendező intézmények honlapjain tájékozódhatnak.